Épp csak kihirdették a ponthatárokat, és elindult a pótfelvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. A felsőoktatási intézmény már is a jövőt tervezgeti. A piaci igények változásával összhangban a képzési portfólió alakítása, bővítése folyamatos feladatuk. Ennek megfelelően indítanának új közéleti tanárképzési szakokat. Új képzések egyébként már idén ősszel is elrajtolnak, ilyen például a műszaki felsőoktatási szakképzés. Ez gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy előszobája a műszaki mérnöki szakoknak, hiszen egy 2 éves képzésről van szó, aki ezt elvégzi, nagyon sok tantárgyat be tud számítani például a jövőben a műszaki mérnöki képzésekbe, és hát ez is segíti a térségnek az ipari fejlődését, fejlesztését reményeink szerint, vagy megemlíthetném új szakként a járműmérnök képzésünket, amely azt gondolom, hogy a ide tervezett BMW beruházás miatt például, vagy egyéb járműipari beruházások miatt például nagyon fontos lehet a jövőre nézve. A jövőben középiskolai tanárokat is képeznének Nyíregyházán. Ezek elindítása előtt az egyetem piackutatást tart, felméri, mire van igény, így pályáztak a technika és életvitel szak beindítására is. Az új képzések akkreditálása folyamatban van, akár már 2020-ban elrajtolhatnak. Ez ősz végéig a felvételi tájékoztató megjelenéséig kiderül. Mindeközben a nemzetközi esítésre is nagy hangsúlyt fektet az intézmény. A cél, hogy minél több külföldi hallgatónak biztosítsanak lehetőséget a náluk tanulásra. Ennek az első lépése, hogy néhány szakunkat angol nyelven is megkívánjuk hirdetni 2020-tól. Ez alapvetően mezőgazdasági mérnöki és gépészmérnöki szakot jelent, illetve egy posztgraduális képzést, ez azt jelenti, hogy diplomára épülő képzést is szeretnénk így meghirdetni, ez pedig a légközlekedési hajózó szakmérnöki képzés, vagy praktikusabb nevén, közismertebb nevén a pilóta képzés, azok számára, akik már rendelkeznek valamilyen alapdiplomával. A rektor helyettes elmondása szerint ezeket a képzéseket úgy adanák meg, hogy miközben fejlesztenék saját kollégáikat, más akár külföldi egyetemekről is hívnának vendégoktatókat. Az intézményben egyébként általában nagyságrendileg néhány tíz külföldi Erasmusos hallgató tanul 1-2 fél éven keresztül. Az új angol nyelvű szakoknak köszönhetően több időre, a képzés teljes idejére is tudnák fogadni őket. Jelenleg amúgy angolaiak a legtávolabbról érkezett diákok, ők magyar nyelven végzik a gépészmérnöki szakot.